Hát először is, kedves testvéreink, nagy-nagy szeretettel, örömmel és tisztelettel köszöntök benneteket több év után is. Hát szavakba tulajdonképpen nem is tudom kifejezni, de úgyis tudjátok, az biztos, akik ismernek, hogy tényleg igen-igen nagy örömmel, tiszta szívvel, szeretettel jöttem hozzátok, mint annak előtte, jó pár évvel ezelőtt. És hát adja drága Jézusunk, hogy tényleg ezeket a kedves arcokat még sokáig láthassuk egymást, és az új arcok is. Hát ezek is külön örömmel töltenek el engemet. És hát én is hadd adjam át most a soproni testvéreknek is a szeretetteljes nagy üdvözletét. Most éppen melegében egy hét múlva, hát hivatalosan is átadom, mert hát én szolgálok szombaton egy hét múlva, és hát így, hogyha ti is külditek az üdvözleteteket, akkor örömmel adom át. Hát most Adi Endre után meg én is most József Attilának mondom a pár sorát, hogy a nagy szavak semmit sem érnek, elszállnak, mint az őszi szél, de a szeretet, amely tiszta szívből fakad, elkíséri az embert, amíg él. Hát én is ezt tudom mondani magamról is, hogy tényleg tiszta szívből fakad ez a szeretet, ami tőlem jön, de ezt Istennek köszönöm elsőként, mert őneki köszönhetünk mindent. Mindent a végvilágon, még a nehézséget, a próbákat is, mert azok is, ami megjavításunkra, ami üdvösségünkre, ami erősítésünkre szolgálnak. Azért mondja Jakab apostol is, hogy örömnek vegyétek, kedves testvérek, mikor próbák, kísértések jönnek rajtatok, mert azok megerősítenek bennünket, mint ahogy az arany is igazán a tűzből tisztul meg. Na most én röviden, hát mielőtt vázolnám, hogy miről is akarnék szólni, hát azért igyekezek, mert nem akarlak benneteket se itt sokáig fönntartani, mert általában 12 körül szokott végződni az ige hirdetés, de hogyha egy kicsit tovább húzódik, akkor nem baj, ugye? Nem. Jó, úgyhogy azért általában fél óra alatt igyekszek befejezni, mert hát nem akarok benneteket sem mondjuk tényleg sokáig terhelni, de viszont a lényegét röviden ismertetem, hogy miről akarok szólni. Teendőink a Jézus Krisztus eljövetele előtt. Mert ugye minden jel azt mutatja, hogy közel van az eljövetele. Az alapige pedig a Jelenések 14-12, ami azt mondja, hogy itt a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét. Hát erről fogok röviden szólni, és hogy még egyszer kihangsúlyozom, hogy mi a legfontosabb, az egyik legfontosabb teendőnk Jézus Krisztus eljövetele előtt mindannyiunk számára. De most még akkor engedjétek meg, hogy akkor még egy verset szintén mondjak, az a szombatiskolával kapcsolatos Péternek a szavaival kezdődik, Máté 16 alapján, amikor az Úr Jézus megkérdezte a tanítványoktól, hogy minek mondanak engem az emberek, de ti kinek mondotok engem? És így van tovább a vers, hogy Péter szavaival mondom én is, te vagy Krisztus, az élő Istennek fia. Te azért jöttél a mennyből a világra, hogy légy az emberiség megváltója. Ha őszintén megbánjuk, elhagyjuk, rossz tettünk, te megbocsátasz mindent, amit tettünk. Ez azonban egyedül csak a te nagy kegyelmed a magam erejéből. Semmi jót nem tehetek, de a te erőd által hittel szabadulok, egy új életet, örömöt csak tőled kapok. Ha bánat, nehézség vagy fájdalom gyötör, ha nem látok kiutat az életben semmiből,
hozzád menekülök a nagy kősziklához, mert csak te vagy egyedül, aki oltalmat hoz. Jó pásztorként vezetsz, és fogod a kezem, így teljes biztonságban van az életem. Szent erőd által megmentesz engemet, te az üdvösséget és örök életed, s mindaz, ki hozzád fordul őszinte szívvel, magadhoz öleled, teljes szeretettel. Hát az bevezető vers volt, és most az alapigét is elmondtam, kedves testvérek, de most csak röviden akarom még említeni, hogy ez a jelenések 14-12 végig kell, hogy kísérjen bennünket egész Jézus Krisztus eljöveteléig. Mert azt mondja, itt a szentek békességes tűrése. Ti mindnyájan szentségre törekedtek, szentek legyetek, mert én szent vagyok, mondja a Szentírás, és maga az Úr Jézus is ezt mondja, hogy szenteld meg őket a te igazságodban. János 17:17-ben, mert a te igéd igazság. Egyedül csak Istennél van az igazság, és ti az igazságnak a birtokába vagytok, kedves testvéreink, mert a teljes írás Istentől ihletett, és a Szentírásba mi a teljes írást igyekezünk elfogadni, először megérteni, és a Szentlélek késztet bennünket arra, és ad is bölcsességet, hogy ezt megértsük, és a megértéssel pedig a gyakorlatba próbáljuk tenni az Istennek a szent ereje által. Mert ugye magunk erejéből nem tudunk, igazán semmire nem vagyunk képesek, mert maga az Úr Jézus mondja, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek, de Pál apostol megerősíti azt, hogy mindenre van erőm Krisztusba, aki engem megerősít. Ő pedig azt mondja, hogyha hozzáfordulunk, mint ahogy a versben is van, őszinte szívvel, akkor azt mondja, magamhoz ölellek bennetek teljes szeretettel, tehát én nem titkolok előletek el semmit, és a kéréseiteket teljesítem, ha az a ti javotokat szolgálja. És hát azért küldt el, drága Jézusunk, az ő szent lelkét, kedves testvéreink, mert ő minden, emberileg ezt nem értjük meg, de csak hinni kell, és a hitet ő megadja, mert amilyen szépen énekeltétek is, hogy a szent léleken keresztül mi teljes összeköttetésben tudunk lenni drága Jézusunkkal, és végeredményből ad erőt minden élethelyzetben, minden körülmények között. Ha sátán bármennyire is tömbol, mert tudja, hogy kevés ideje van, de soha ne felejtsük el, hogy egy legyőzött ellenség, és végeredményben legyőzött ellenségtől nem kell félni, még ha bármilyen rombolásokat is akar még utoljan végezni velünk, mert Jézus Krisztus erőt ad, hogy minden helyzetben meg tudjunk állni. Szóval, amit most mondtam, itt a szentek békességes tűrése, itt akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét. Tehát Isten parancsolatai. Hát végeredményben ugye a Szentírásban a parancsolat, az azért van így magyarra lefordítva, mert ez olyan formán van, ez nem lehet kitírni jobbra-balra, de értelmesen, szívvel, a Szentlélek által elfogadjuk, a tíz parancsolatban pedig minden benne van, mert ezek azok, akik megtartják Isten parancsolatait, mondja az Úr Jézus, hogy jók legyen az élet fájához. És tehát tényleg, kedves testvéreink, ti megértettétek, mi megértettük a tíz parancsolatnak minden igazságát, így a szombat igazságát is, hát ezért vagyunk itt. De természetesen, akik még ezt nem értették meg, erre mondja az Úr Jézus, de őszintén, szívvel, amit megértettek, azt megteszik,
őszintén, szívvel, akkor azt mondja az Úr Jézus is, hogy más okulban is vannak nekem juhaim, tehát végeredményben nekünk minden emberrel kapcsolatban a legnagyobb szeretettel, nyájosan, kedvesen kell viseltetnünk. Mert sose tudjuk azt, hogy ki hol, amennyire megértette a Szent Igének az igazságát, hogy az majd el fog jutni a teljes fokra. Mert mint ahogyan az egyik versetnek a szavát idézem, azt mondja, könnyelműen még itt tétovázok, megindulnak, el is hagynak mások. Tehát, hogy állandóan fejlődni kell a hitbe, fokról fokra. És most megint egy idézetet mondok, hogy azt mondja, Szent Igédből mindig jobban megismerlek, s lángolóbban bennem is a szeretet, mely összeköt te veled. Tehát a szentírás nagyon komolyan kell tanulmazni, kedves testvéreink, mert Sátán is nagyon tudja a szentírást, mert hát az Úr Jézusról is tudjuk azt, hogy amikor 40 napig a pusztában volt, mindig a szentírásból mondott idézetet. Igen ám, csak kiragadva, az végeredményben, hogyha nem ismerjük mi, nem tanulmányozzuk, az összefüggéseket nem ismerjük, akkor tényleg félre tudnak bennünket vezetni. Pedig az utolsó időkben nagyon sok hamisság, nagyon sok félrevezetés, és nagyon sok rossz jön, de viszont a drága Jézusunk erőt ad nekünk, ha őszintén kérjük, és végeredményben majd ezt így akarom mondani, most még egyszer megerősítem ezt a jelenések 14-12, amit említettem, csak röviden, itt a szentek békességes türése. Tehát egyszer az, hogy nekünk ebben a békétlen világban nagyon-nagyon szeretettel, békével és türéssel kell lenni, mint amit az Úr Jézus mondott, hogy tanuljatok tőlem, mert én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugodalmat találtok a ti lelketekben. Most éppen Pétert idézem megint, ugye őt eléggé kifejtettük a szombatiskolán keresztül, amikor hát ő is megkapta a Szent Lelket, hát olyan bátran és olyan lelkesen szólt a tömegnek, hogy nem törődött a következményeivel, és hát mint ember, hát végeredményben itt a Földön élünk, addig hát az ember kicsit hát meggyengül, megerősödik, de az a gyengeség, a mélység az sose lesz mélyebb az előzőnél, hanem mindig följebb, mondja, emelkedünk, mint a szép ének is mondja, feljebb, emeljetek feljebb. És hát nem olvassátok a Szentírásban, nem olvassuk azt, hogy amikor Pál megfette Pétert, hogy Péter hirtelenségből valamit is mondott volna. Szépen a Szentlélek hatása által ő már megváltozott, türelmes volt, és nyilván megfogadta Pálnak a tanácsát, mert hát Krisztus Jézusnak volt elsőként az a tanácsa Péter felé is, hogy szelíd, alázatos, türelmes, de az a lelkiség, az a bátorság, az megvolt Péterbe is, és bennünk is meglegyen. Igen, hogyha az igazságért kell kiállni, azt mondja, az igaz, mint a Bodás Jánosnak a vers is mondja, az igazságért, ha keresztre visznek is, mint emberfiát, ezernyi vád szól ellened, ha igaz vagy, ám döntsd el magad. Ki jót tehetne, nem cselekszi, bűnös az és bűnös marad. Tehát mi mindig igyekezzünk, kedves testvéreink, a jóra, a szépre, a nemesre, és mindig Jézus Krisztus legyen nekünk a példaképünk. Különösen most ezekben az utolsó időkben erre nagy-nagy szükség van. Csak röviden akarom, megint most már harmadszor mondom el ezt a szót, hogy röviden, de tényleg az idő is megy, és hát hogy milyen időkben élünk mi, azt először a Jézus szavaival mondom egy-két szóval, amit az Úr Jézus részletesebben kifejtett Máté 24-ben, hogy milyen veszedelmes idők lesznek. Sőt, a
az egyik legrégebbi fordításban nem úgy van ám írva, hogy veszedelmes, hanem hát mindig törekednek ugye a új bibliafordítók arra, hogy minél hát logikusabban és minél hát végeredményben természetesebben, meg élethűbben fordítsák le az igét a mai nyelvre, hogy azt mindenki megértse, a fiatalok, idősek egyaránt. Addig, amíg édesanyámnak a bibliájában úgy van írva, hogy nehéz idők lesznek, a régebbiben meg úgy van, hogy ártalmas idők lesznek. Már ezt is majd mind jobban tapasztaljuk sajnos, hogy ártalmas idők lesznek, de viszont nem ártanak Isten gyermekének, ami hithűen kiállunk mellette. Már ugye az Úr Jézus Máté 24-ben nagyon szépen eseteli, hogy aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Többet erről nem is akarok szólni, ott nagyon szépen, ha Máté 24-et elolvassátok, hamis Krisztusok, hamis proféták, földindulások, stb. Szóval ez is a statisztikusok kimutatták, hogy végeredményben, időrendben sokkal több földrengés van, meg sokkal több olyan katasztrófa van, ami régebben évszázadok alatt következett be. Na de most mit mondanak még, amit említettem, a utolsó időkkel kapcsolatban Pál apostol. Pál apostol is úgy írja le, kedves testvéreink, hogy sajnos most is mi tapasztaljuk Timóteusnál is, a Titusnál is, hogy az utolsó időben a gonoszság megsokasodik, a tudás nagyjá lesz, a szeretet meghidegül, a gyerekeknek lesznek ugye a szüleik iránt sok esetben hálátlanok, engedetlenek. Ugye hát ez egy jellemző, de nem azt jelenti, hogy mindenki. És akkor tovább folytatja, ezt is érdemes elolvasni Pál apostolnál, és sőt nem érdemes, hanem inkább fontos. És a Timóteus harmadik levelében nagyon szépen eseteli, és Péter apostol pedig külön megerősíti, hogy az utolsó időkben a föld és az elemek feloldódnak. Hallottam egy prédikációt, hogy azt kérdezte az illetékes, hát igen, hirdető, na mi van most olyan, ami régebben nem volt? Mondjuk a középkorban, vagy annak idején. És aztán többen is mondták, hát az a sok gyilkosság, és akkor végeredményben a kínzások, stb. Hát éppen elég volt, és ez ugyan még talán kifinomultabb, gonoszabb eszközök voltak az embernek a végeredmény kínzására, hanem az volt, az elemek feloldódnak, hogy köztudott, hogy annyi felhalmozódott hidrogén, atom, meg egyéb mondjuk olyan veszélyes elem van, anyag, ami többszörösen ez hivatalosan ki is van mutatva, el lehetne pusztítani a Földet. És most képzeljétek el, véletlenül is akarok politizálni, de hát olyan ember, aki még a saját életét se kíméli, hát az megrettenni attól, hogy most birtokába kerül ezeknek az anyagoknak, és aztán elpusztítsa a Földet. Nem. De a Jóisten ezt nem engedi meg, mert az angyalok tartják a szeleket, amikor az Úr Jézus eljön, nem egy kietlen földre jön el, amiben végeredményben megsemmisült minden az élet, hanem végeredményben úgy lesz, mint Noé idejében. Esznek, isznak, házasodnak, férhez mennek, és hát ugye a gonoszság megsokosodik, azt már mondtam, nem az a baj, hogy eszünk, iszunk, hálaszodunk, mert ez a természetes, isteni adomány, hanem az, hogy ez rosszra van fordítva, túlzásból van véve. És kedves testvéreink, itt nekünk az a lényeg, hogy igazi hittel, igazi szeretettel kérjük drága Jézusunkat, hogy adjon erőt, adjon kitartást, hogy mindvégig, mint amit említettem is, hogy aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. És akkor majd elmondja drága Jézusunk nekünk azt, hogy jöjjetek én atyámnak áldottai, és örököljétek át országot. És akkor emögött mi van, kedves testvéreink, amit mi nem is tudunk?
Mert olyan természetes, amit teszünk. Mert ha igazi szeretet van bennünk, akkor azt nem tartjuk nyilván, hogy beteg voltam, meglátogattatok, szomjaztam, innom adtatok, éheztem, ennem adtatok, mert ez csak egy természetes. Ez olyan dolog, hogy végeredményben ez magától értetődik. Tesszük azt, mint amit az Úr Jézustól mondott Péter apostol, hogy azt mondja, hogy széllyel járván, mindenekkel jót tévén, hogy mi is kedves testvérekhez tegyük, tehát szóval is, és tettel is. Mint a szép keresztség énekben van, hogy Jézus megy elő, én követem, megvallom őt minden helyen. Tehát csak most három kis történetet akarok megemlíteni, ami nagyon jó példa előttünk, hogy mit tett Jézus, ha olyan helyzetekbe került, amiben mi is kerülhetünk, kedves testvérek. A bizonyságtevésnél. Ez csak három kis kiragadott példa. János apostol, ugye a szeretett tanítvány, akiről váltástvérnő is azt írja, hogy úgy írt János apostol, mintha tollát a szeretetbe mártotta volna. És hát tudta azt az Úr Jézus, hogy kire bízza rá a Máriát, édesanyját, aki mindig emlékeztette Jánost az Úr Jézusra, Mária pedig, ahogy ránézett Jánostra, a szeretetteljes arcra, hogy az meg az ő fiára emlékeztette. És hát azért mondom ezt így, hogy az a szeretet, a krisztusi szeretet kell, hogy bennünk legyen, és akkor azt tesszük, ami a Szent Igében írva van, amit tett a drága Jézusunk. Na most ez a három kis történet, ez csak egy kiragadott példa, amit János apostol nagyon szépen leírt. Például Nikodémus esete. János 3.16-ban az egyik, nem azt mondom a legszebb, mert a Szentírásnak minden szava szent, minden szava igaz, de én nekem az egyik legszebb szövegem az a Szent János 3.16-ban, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hiszen benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És amikor az Úr Jézus hát látta azt, hogy most hozzájön egy tekintélyes farizeus, és ő nem szólta meg, vagy nem helyesbített, amikor csak egyszerűen Istentől küldött tanítónak idézőjelbe tisztelte meg. Hát ő tulajdonképpen Jézus Krisztus az Isten volt, és a világ megváltója, messiás, hát ő nem csak egy tanítóként jött, tehát nekünk is. Most ebből mik a tanulságunk, ha valaki hozzánk jön, kedves testvéreink, és olyan lekezelően beszél, mert hát ha az Úr Jézussal, a világ teremtőivel idézőjelbe is mondom, meg nem is, hogy ilyen lekezelően szólt a Nikodémus, hogy hát tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítul, már senki sem cselekedheti ezeket, amiket te teszel, hanem csak ha Isten van vele. És hát az Úr Jézus a leglényegesebbre mutatott rá, hogy szükség néktek, újonnan születnetek. Tehát, ha hozzánk valaki jön, kedves testvéreink, nem most már az világban is szokás, hogy a lakást, a házat, a gyerekeimmel dicsekszek, vagy a jó állásukkal, hogy nézzétek, milyen szép, ha nem is mondja ennyire ide, ezt az én kezeimnek, az én eszemnek, az én tudásomnak köszönhetően értem el ezeket a sikereket. Hát az Úr Jézus a leglényegesebbre mutatott rá. Sőt, akkor még Nikodémus még egy kicsit olyan lekezelően is hozzátett. Tehát olyan születhetek én újra, amikor öreg vagyok, stb. Nem is mondom tovább. És erre az Úr Jézus megint olyan szelíden mondta, hogy aki víztől és Szentlélektől nem születik újjá, nem láthatja Isten országát. Tehát ha most minket is, idézőjelben mondom, felidegesítene valaki, de ne idegeskedjünk fel, hanem bátran, szeretettel,
mindahogyan az Úr Jézus tette, szóljunk hozzá és magyarázzuk meg neki. Már azt nem felejti el már, kedves testvérek, hogy egy olyan emberhez jöttem, aki tényleg azt mondja, hogy mi a Krisztust akarjuk követni, mi adventisták. Hát, és akkor mégis aztán föl tudtam idegesíteni, és olyan nyugtalanabbul szólt nekem, vagy sértőbben, akkor azzal nem tudunk ám az Úr Jézusra igazi bizonyságot tenni, de az Úr Jézusról az van megírva, mikor szidalmazták, senkit nem szidalmazott, mikor fenyegették, senkit nem fenyegetett, hanem arra hagyta a bosszúállást, aki igazán ítél. És ráadásul mi nem tudunk igazán ítélni, mert mi csak azt látjuk, ami a szemünk előtt van, de a szívekben nem, és az Úr Jézus a szívekben is látott. Most akkor, kedves testvéreink, akkor tehát Nikodémusnak a példájából azt, és a Jézus találkozásából, ha még egyszer megemlítem, ha valaki hozzánk jön, tehát a leglényegesebbet mondjuk el neki, ami az ő javára szolgál. És tudjuk, hogy Nikodémus visszament, és tovább folytatta a vezetői, a farizeusi, meg a, nem tudom, a tisztét. De viszont, amikor az Úr Jézus mondta neki, majd ha mi is mondunk olyat, akkor eszükbe jut ám az illetőnek, mint amikor Nikodémusnak is eszébe jutott az, amit ő nagyon jól tudott kívülről a mózesi törvényekből, hogy amikor a kigyót Mózes hát felszegezte a fára, hogy aki hittel a kigyóra nézett, az végeredményben megmenekült. És azért tudták ám ezt a régebbi zsidók is, hogy az igazi messiás, aki majd eljön, függetlenül attól nem ismerte mindenki fel, amikor itt volt, hogyha mi abba igazán bízunk, akkor megmenekülünk. És Nikodémus a mezítelen, a kereszten függő Jézus Krisztusba megértette teljesen, hogy ő a messiás, amit még Mózes lejátszódott a pusztába. És akkor nem törődött ám azzal, hogy elbocsátják az állásából, felfüggesztik, hanem a váltestvédne ugye leírta az akkori nagy vagyonát, mert azért ilyen vezető beosztásokban azért megmondom őszintén, sajnos ti is tudjátok, hogy azért azt is figyelembe vették, hogy az illető milyen gazdag, milyen rangos ember, és ugye Nikodémusnak is nagy gazdagsága, rangja volt, és azt az egész vagyonát szélosztotta az akkor fejlődő gyülekezetnek, és a szegényeknek is, hát ez ugye Váltestvérnél ilyen pontosabban leírja, de a Bibliából is tudjuk, hogy végeredményben tényleg, hogy segítették egymást az akkori időben a testvéreink. Na most akkor ez az egyik. A második pedig a samáriai asszony. Tehát végeredményben ne szégyeljük azt, hogy valakinek bizonyságot úgy tudunk tenni, hogy még akár megalázkodva kérünk is tőle. Például az Úr Jézus vizet. Hát most az élet víz forrása, aki végeredményben a teremtő szavára, hát végeredményben tényleg ő lette, engem hát azért nem is tud senki megingatni, drága Jézusunk szent szavába, mert ha Isten minden ható, minden tudó, akkor ő előtte nincsen akadály, semmi. És hát a Samári asszony is meg volt lepődve, amikor az Úr Jézus, ugye ő tudta azt, mint valóságos Isten, de valóságos ember is volt, és hát ő nem ér vissza sosi az isteni hatalmával, de abba viszont példát mutatott. Most azért mondom majd ezt a második, meg majd a harmadik példát is, hogy hogyan viseltessük mi is másokkal szembe, hogy bizonyságot tudjunk tenni. Most az Úr Jézus is úgy tudott bizonyságot tennek az asszonynak, hogy hát megalázkodott és vizet kért tőle. Ő pedig hát olyan lekezelően mondta, hát hogyan kérezt én tőlem vizet zsidó létedre, amikor én samári asszony vagyok. Szerintem a zsidók nem barátkoznak a samáriaiakkal. Hát ezt olyan nyíltan megmondta neki, még a Bibliában nem így van, még lehet olyan fokhegyre, még mint egy csinos, sok mindenen átesett nő.
És aztán az Úr Jézus is erre szelíden azt válaszolta, de határozottan, ha te tudnád, hogy ki az, aki tőled vizet kér, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Hát erre Samária szemege azt mondta, hát hogyan tudnál te nekem adni élő vizet, hiszen a kút mély, és vödröd sincsen, hát nagyobb vagy te Jákobnál, a mi atyánknál, aki nekünk ezt a kutat adta. És azt mondta az Úr Jézus, aki ebből a vízből iszik, az újra megszomjúzik, de aki én, akinek én adok, az soha örökké meg nem szomjúzik. És ugye ez egy művelt nő voltam attól függetlenül, mert hát aztán mondja, Uram, látom, hogy te proféta vagy, amikor előtte mondta az Úr Jézus, hogy hívd a férjedet is. És mondta, hát nincs férjem. Azt mondja az Úr Jézus, jól mondtad, hogy nincs férjed, már 5 férjed volt, és a mostani nem férjed, és errefel mondta az asszony, hogy Uram, látom, hogy te proféta vagy, és akkor nem akarom itt tovább idézni. És akkor azt mondta az asszony, tudom, hogy eljön a Messiás, és ő majd helyrehoz mindent. Na most itt van megint az egyik legkedvesebb biblia versem, hogy ilyen nyíltan még az Úr Jézus senkinek nem mondta ki, hogy én vagyok az, aki veled beszélek. Ugye tudjuk, Nikodémusnál úgy szerette Isten a világot, és itt még nyíltan kimondta, de nyilván szeliden, határozottan és szeretettel. És ezt az asszonyt ez úgy megérintette, hát pedig egy világra való asszony voltam, már sokszor ő hagyta ott a férjét, akkor a férje küldte el, hát lényeg az, hogy a vállásoknál hát ne tudja meg senki se, szóval az egy nagy procedúrával jár, és hát végigment ezen, és akivel most volt, hát végeredményben most úgy mondanák, hogy élettársa, de régebben úgy mondták, hogy összeállt vele, tehát meg is szólták az asszonyt, és az Úr Jézus így elbeszélgetett vele, és az asszonyt annyira megérintette, hogy így látom múltamba, hát én erről bizonyságot kell, hogy tegyek, és bizonyságot is tett, és megmondták az emberek, akik ott jöttek, hogy most már nem csak a te beszédedért hisszük, hanem mi magunk láttuk és magunk ismertük meg, hogy ez a világnak az üdvözítője. És akkor még 2 napot ott is töltöttek, tehát most ebből megint egy nagy tanulságot vonjunk le, kedves testvéreink, hogy minden alkalmat ragadjunk meg, hogy az Úr Jézustól bizonyságot tegyünk, bár persze ehhez kell ám, kedves testvéreim, az, hogy kérni a Jóistentől a bölcs és értelmes szíved, hogy ő a szeretettel, meg szeliden, meg okosan, meg bölcsen tudjunk ám az emberekhez szólni, hogy ne lássák rajtunk a fölénységért se. Hát mi adventisták vagyunk, mi azért ismerjük ám a teljes igazságot, maguk meg nem. Szóval nem így kell, hanem mind ahogyan az Úr Jézus, úgy kell olyan szeliden rávilágítani, és akkor majd eszükbe jut, ha akkor mindjárt nem is. És tudjuk azt, hogy sajnos a tanítványoknak is még sokat kellett tanulni, mint ahogy a nekünk is, és tudjuk azt, hogy az első kereszténység rohamosan terjedt. Hát 350-es években hát Konstantin császár, hát ezt miért engedte meg a kereszténységet hivatalos vallássá tenni? Azért, mert a keresztény, akik keresztények lettek, azokban erő volt, azokban bátorság volt, azokban szeretet volt. Mint ahogy a János apostol írja, hogy atyám fiai, nincs a mi hitünk meggyőzte a világot. Tehát, hogy ezt át kell érezni, és végeredményben tényleg az asszony is átérezte, és nagyon sokan megtértek az ő beszédét után az Úr Jézusra hallgatva. Tehát nekünk is ebből csak a tanulság, hogy mi is ragadjunk meg minden alkalmat. Na most még a harmadikat megemlítem, meg János 8-ban van megírva, ez is Jézus 4 szem közti beszélgetéseiről szól, a házasságtörő nő. Tehát ezt most nem esetelem, mert úgyis tudjátok, de János 8-ban van az alapja leírva, de viszont ez a Mária, hát azért ez a Mária egy nagyon csinos és végeredményben egy mai, hát mondjuk tényleg hölgyhöz hasonló asszony voltam,
mert végeredményben tényleg hát mindenben kitűnt, és hát az Úr Jézus mit mondott neki, hogy hát nem szégyeled magadat, hogy hát te ilyen voltál, nem ezt mondta, hanem azt mondta, eredj el, és többé ne vétkezzél. Tehát mi is most, Luther Márton nagyon szépen kifejti a 8. parancsolatnál, hogy ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot, tehát mint egy ügyvéd, hogy próbáljuk a jó tulajdonságait az embernek inkább kihangsúlyozni, és ne a vádat, ne azt a sátáni vádat, vagy amit nem tudom, mind a világban van, hogy a bűnt szereti, mert az végzi, az védi, de a bűnöst meg utálja és elítéli. Addig, amíg az Úr Jézus pedig a bűnöst szereti, a bűnt elítéli. És itt az asszonyban is a drága Jézusunk mellé állt, és azt mondta, eredj el, és többet ne vétkezzél. És ez a Mária volt az, aki megkente az Úr Jézust, az a drága, hát nárdusolajjal, stb. Szóval a vagyonát rááldozta, és akkor ő volt az, akinek a sírkertben elsőként megjelent, és még az Úr Jézus szépen, de egyszerűen jelen volt a feltámadás után, már azt hitt, hogy a kertészsel beszél először. És akkor hát tudjuk azt, hogy Mária igazán hitt az Úr Jézusban, mert amikor Lázárról beszélt, Uram, ha tudta, ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem, mondta Mária is, meg Márta is. De Márta nagyon szorgalmas és ügyes asszony volt, meg hát az Úr Jézus meg is dicsérte, de egy a szükséges dolog, amit Mária jobb részt választotta, és Mária nem kételkedett ám, hogy amikor azt mondta az Úr Jézus, meglátod az Istennek a dicsőségét, és ilyen még nem volt elő a világban, nem fordult elő, hogy akkor, ha jó van, most azt mondanák, hogy hát nem volt az igazán halott, de az már csak tesz halott volt, de aki 4 napig a sírba volt, és már szaga volt, arról már senki nem tudta azt mondani, hogy ez csak isteni erővel tudta az Úr Jézus feltámasztani, és Mária végig, ő volt az első, aki hírül adta a tanítványoknak is. Tehát az Úr Jézus annyira értékeli azt, hogyha mi őneki, mi őt szeretjük, és őről a bizonyságot teszünk. És kedves testvérek, ezekből azt a tanulságot vonjuk le, ezekből a bizonyságtevésekből is, és hogy milyen közel van drága Úr Jézusunk eljövetele, hogy szóval is, tettel is, tegyünk drága Jézusunkról bizonyságot. Ez pedig nem megy másképp, kedves testvéreink, mert a Szent Lelket a drága Jézusunk megígérte, hogy elküldi, és nekünk is megígérte, mert azt mondta, hogy én veletek leszek minden napon, a világ végezetig. Tehát a Bibliának a naponkénti tanulmányozása, és az ima által, mert ebbe is példát mutatott az Úr Jézus, és akkor ezt az örömhírt megosztani embertársainkkal. Adja drága jó atyánk, hogy ezt tegyük, és ehhez meg is adja drága Jézusunk a kérésünket, ami az ő nevének a dicsőségét és az embertársainknak az áldását szolgálja. Amen.